Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, negyedik részéhez érkezett Családőrzők sorozatunk. Helyszínünk most is Székesfehérvár gyönyörű belvárosa, azon belül is a fekvő katonasöröző és kávézó, ahol vendégeink is vannak természetesen, hiszen Családőrzők című műsorunkban szakértők segítenek eligazodni a család különböző történetein, és ha van buktatóin, de természetesen a jó dolgokról is beszélni fogunk, akkor most bemutatom vendégeinket, elsőként a mellettem helyet foglaló Fekete Cseri Zsuzsannát, egészségfejlesztőt, rekreológust, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, és nagyon szépen köszönöm, hogy most is eljöttél, és ragyogsz a nyárban. Szervusz Csilla, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Zsuzsi elsősorban a gyerekeket képviseli a beszélgetésben, de a munkája a felnőttekhez is köti, így aztán tőle is nagyon jó tanácsokat kapunk, de ugyanez a helyzet Pap Csillával, személytervezési szaktanácsadóval, mediátorral, akit szintén köszöntök, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Aki nyomon követte műsorainkat, tudja, hogy férfi vendég is van a műsorban, és eddig szakértőt hívtunk férfi vendégként is, most viszont olyan szakértőt hívtunk, aki maga éli meg a család ügyes-bajos dolgait. Sok szeretettel köszöntöm Szauter Ákost, aki név szerint igen, ő az az Ákos, aki a Széphőz ERT vezérigazgatója, de ezúttal, mint 6 gyermekes családapa hívtuk meg. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget, és szeretettel köszöntök mindenkit. És az a hírem, hogy azzal fogunk kezdeni ez esetben, hogy arra lennénk kíváncsiak, hogy neked hogy alakult ki így az élet. Ebben a műsorban eddig azzal foglalkoztunk, hogy hogy is válasszunk párt. Aztán szó volt arról, hogy hogy készüljön a pár az esküvőre, mit árul el a különböző igény az esküvővel kapcsolatban, és éppen ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy megkezdődött az együttélés, és hogy ez milyen konfliktusokkal járhat, mire kell odafigyelni, és mennyi türelemre van szükség. Odáig még el se jutottunk, ahova most fogunk majd, hogy azért érkeznek majd a gyerekek. Elsőként hagyj kérdezzem meg, hogy neked mennyire volt tudatos a társválasztás? Ez egy érdekes kérdés, mert van egy nagyon kedves ismerősöm, aki azt mondta nekem, hogy Ákost, majd, hogyha oda kerülsz és oda jutsz, akkor tudni fogod, hogy ki a párod. Tehát biztos leszel benne. És én mondtam neki, hogy kizárt, én annál sokkal, de sokkal racionálisabb vagyok. Tehát én azt szeretem mérlegre tenni, majd én azt meg fogom vizsgálni, hogy mennyire illeszkedik bele a képbe, mennyire tudom elképzelni vele az életemet, és majd, hogyha így mérlegeltem, akkor a mérleg serpenyőibe betett jobb oldal, bal oldal, majd meglátom, hogy merre billen el. És amikor megismerkedtem a feleségemmel, akkor összejöttünk, akkor tulajdonképpen én tudtam, hogy ő lesz a feleségem. És azon az estén, amikor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hát akkor mi összetartozunk, vagy összekötnénk az életünket, akkor mi az esküvőnket terveztük. Tehát az annyira nem volt abszurd számomra ez a szituáció, nekem, aki korábban tényleg mindent megvizsgáltam, hogy egyszerűen teljesen természetes volt, hogy akkor ott mi megbeszéltük, és akkor beszéltük meg azt is így, hogy te hányszer gyereket szeretnél? 6, és te, én is, pont. És akkor itt le volt tudva, hogy akkor megbeszéltük, hogy mi 6 gyereket szeretnénk. Tehát akkor tudatos a 6 gyermek. Igen. Mindenképpen. Igen, bár mindig hozzá szeretném tenni, hogy azért minden gyerek után megálltunk és mérlegeltünk. Tehát azért ez nem egy ilyen mechanikus dolog volt, hogy akkor 6, akkor menni kell tovább, hanem minden gyerek, ahogy jöttek sorba a gyermekeink, akkor minden gyermeknél azért megnéztük, hogy bírjuk, mennyire veszi igénybe a szeretetünket. És utána mindig egy újabb döntés volt az, hogy igen, akkor szeretnénk még egy babát. Beszélgettünk róla a műsor előtt szakértőinkkel is, hogy mennyivel nehezebb 2 gyerekkel, 3 gyerekkel, vagy 6 gyerekkel, és akkor itt most a szakértők véleményét kérem, hogy ti mit gondoltok erről. Van ennek jelentősége? Óriási jelentősége van, én azt gondolom. Ugye az első gyermek teszi igazándiból szülővé a házaspárt, lesz belőlük édesanyja és édesapa. Ezt a szerepet nem lehet tanulni egyetemen, főiskolán, sehol az égvilágon, ezt csak a gyakorlatban lehet tanulni. Az első gyereknek azért nagyon-nagyon nehéz a dolga. Ugyanis ott kezdődik egy olyan egészen komoly változása a család életében, ami aztán hosszú-hosszú időre meghatározza mindenkinek a mindennapjait. A második gyerek már egy olyan szituációba érkezhet, ott már anya-apa tudja, hogy miről szól az, hogy gyereknevelés alapjaiban, de soha nem olyan lesz a második sem, mint az első. Most itt hadd kérdezzelek meg nektek, 60, azt gondolom ezzel te vagy a legszakavatottabb ebben a kérdésben. Van a 6 gyerek között olyan, ha nincsenek köztük ikrek, hogy egyformák lennének?
egyáltalán nincs. Sőt, az ötödik gyerek után sem mondhattuk azt, hogy ó, hát, ha jön a hatodik, akkor azt már kisújból kirázzuk, és mindent tudunk. Mindegyik egészen más. Na, erre akartam célozni. Tehát a szülők úgy elképzelik, ha elképzelik, hogy körülbelül ilyen lesz, olyan lesz, aztán az élet meghozza, amit hoz. Így van. Lett az első jobban elkényeztetve, mint az utána érkezők? Ezt lehet, hogy tőle kellene megkérdeznünk. Vagy hát, az utána következőktől? Igen, 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 hogy ki hogy élte meg. Mi igyekeztünk tudatosan arra figyelni, hogy ne essünk abba a hibába, hogy minden időnket az elsőre fordítjuk, és amikor megérkezik a második, hogy az első két fiam között 16 hónap van, hogy akkor, amikor jön a második, akkor azt érezze, hogy az első azt érezze, hogy a második itt van egy kis betolakodó, aki anya-apa idejéből elrabolja azt, amit eddig egyébként ráfordított. Tehát mi az elejétől kezdve az Ábel fiamnál próbáltuk azt megvalósítani, hogy legyen neki saját ideje. Tehát amikor ő egyedül kell, hogy játszon, amikor ő egyedül kell, hogy legyen, és mellette az édesanyja, édesapja mással foglalkozik, és ez nem volt könnyű, mert amikor föl kell szerelni egy ajtóra, egy gyerekszoba ajtajára rácsot adott esetben, az olyan embertelennek tűnik, de én azt tudom mondani, hogy nálunk ez bevált. Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik gyerek a sorrendben az, aki a legdominánsabb? Tehát, hogy van-e ilyen a családban, vagy a gyerekek sorában, hogy domináns, vagy esetleg alfa, aki a többieket is terelgeti, rendezgeti, vagy leginkább felelősséget vállal értük? Azt hiszem, hogy mindegyikükben van egy kicsi ebből. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy a hatból egyet kiemeljek. Most értelemszerűen a legidősebb fiam az, aki leginkább szerepet kap ebben, például akkor, amikor mi elmegyünk valahova, és ő vigyáz rá a kisebbekre, de ez az életkora miatt van. Egyébként hozzáteszem, hogy felelősséggel teszi mindezt, de nem feltétlen igaz, hogy mindig ő a meghatározó. De közben, hogyha a legkisebb lányomra gondolok, aki az összes bátyját képes levenni a lábáról, és mindenkit az ujja köré csavar, tehát ő mindent elér náluk. De egyébként a nagyobbik lányomnál is ez a helyzet, hogy a bátyaival, tehát a lányok, a bátyaikkal mindenki kijön mindenkivel jellemzően. Tehát most talán már, hogy a kamaszodik a nagyobbik lányom is, talán most már vannak néha kisebb fajta villongások, de ez igaz a lányok és a fiúk között. De úgy gondolom, hogy ez helyzettől is függ, mert nem egyszer van olyan szituáció, amikor a másik gyerekem lesz inkább domináns, mert a helyzet úgy kívánja. A helyzet hozza. És így a testvérek között van olyan, vagy tapasztaltok-e ott, hogy törekszik arra, hogy jobban észrevegyétek, vagy több figyelmet igényel? Tehát, hogy ilyet láttok-e, érzékeltek-e? Igen, ezt mindenképpen. Tehát ugye ez egy azért nehéz helyzet, mert az ember arra figyel talán ösztönösen a legkevésbé, aki leginkább el van. És az egyik fiam volt ilyen, hogy ő nagyon szeretett olvasni. Nagyon korán meg is tanult, tehát már óvodás korában megtanult olvasni, és ő volt az, aki elült a sarokba. Elült könyvet, magáért, és elment, és akkor onnantól kezdve ő a sarokban elüldögélt, nem volt vele gond. És utána jöttünk rá, hogy hoppá-hoppá, erre figyelnünk kell, mert ő nagyon csöndben van, de ugyanakkor ő is az egyik legzárkózottabb. Tehát ő az, aki legkevésbé nyílik meg, legkevésbé mondja el, hogy éppen mi zajlódik benne. Talán most az utóbbi években sokat változott ebben is, de biztos, hogy erre jobban oda kell figyelni. És ez megint olyan, hogy szerintem életkorbantól is függ éppen az aktuális szituációt, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy most neki esetleg jobban előtérbe kellene kerülnie, jobban szeretne ott lenni, és azért tesz is természetesen ennek meg vannak a jelei és a jelzései. A szülő tudja vajon szabályozni, hogy a gyerekek között milyen legyen a kapcsolat a testvérek között? Ez a szülő múlik? A kereteket meghatározza szerintem a szülő, de alapvetően a testvérek fogják kialakítani a saját kapcsolataikat. Ezt nem lehet úgy tervezetten megoldani szerintem, hogy te őt fogod szeretni, te meg őt fogod irányítani, te meg őt fogod is tápolni, te meg helyette fogod megcsinálni. Szóval ilyen nincs. Az, hogy a családnak milyen a hangulata, ez a szülőpártól függ. Tehát ezt mindenképpen a szülők fogják meghatározni, hozzáteszem, egészséges gyermekek esetén. Annyival egészíteném még ki, hogy a szülők kapcsolata egy minta a gyerekeknek. Tehát ahogy anya és apa bánik egymással, ahogy anya és apa szeretik egymást, a gyerek ebből meríti a mintát. Tehát ő is úgy fog fordulni majd a kisebb testvérhez, vagy akár a nagyobbhoz. Tehát ahol ugye egészséges gyerekek vannak, és szeretet van, béke van, harmónia van, és a szülők is egészséges módon szeretik egymást, ott a gyerekek ki tudnak bontakozni tökéletesen, és kialakul egy nagyon szép családi harmónia.
Szó volt róla, hogy a legkisebb gyermek az ujja köré tekeri az idősebbeket, főleg lányként. De azért ez nem lehet általános, hogy a legkisebb mindig tudja a többieket befolyásolni, hiszen ő a legcukibb ilyenkor, úgy gondolom én. Hát ha van ilyen titulus, hogy legkisebb, ugye nekünk három gyerkőcünk van, és akkor van a legidősebb, van a legkisebb, meg van a legközépső. Úgyhogy a legközépső gyermekem, hogyha valami izgalmas dolgot csinál az életébe, és ezt tudatni szeretné velünk, akkor úgy kapjuk az üzenetet, hogy aláírás a legközépsőd. Tehát, hogy akkor tudjuk azt, hogy ő most azért tudja, hogy egy kicsit túllőtt a célon, bár már felnőtt. Szóval az, hogy a gyerek hogy érzi magát a családban, és hogy az ő helye hol van a családban, ez tényleg a szülőkön fog múlani. Hogy a legkisebb könnyebben az ujja köré tekeri a nagyobbakat, igen, hát azért a kicsit azt mindig védjük, azt mindig óvjuk, de ahogy a kicsi növekszik, ő is ugyanúgy megkapja azokat a lehetőségeket, felelősségeket, szabadságokat, mint ahogy a nagyobbak, amikor abba a korba értek. Az egy nagyon természetes dolog, hogy a 16 éves fiú elmehet valahova, a 8 éves fiú meg ugyanoda nem mehet el, de még csak nem is ugyanaz lesz a programja neki, hogyha ő szabadon választhatja a családi programokba, meg mindegyik ugyanúgy részt fog venni. Tehát ahogy az élet változik, ahogy növekednek, ahogy összenőnek, én ezt szoktam mondani, mert mire felnőnek, addigra összenőnek a gyerekek, az az egészséges, hogyha mindenki tudja, hogy kitől mire számíthat, és kinek mi az erőssége, és kinek hol van szüksége támogatásra. Tehát, hogyha úgy nőnek fel, hogy ők összekapaszkodhatnak, mert a szülők jó esetben előbb mennek el, mint a gyerekek, ők maradnak együtt, és nekik kell egymásnak válvetve támogatói maradni egy életen át, teljesen mindegy, hogy hova sodorja őket az élet. Ezt kimondjátok tudatosan? Vagy csak így alakul az élet, hogy nektek muszáj összetartani, mert ilyen ez a világ, hogy egymásra számíthatok. Kimondjátok, vagy ahogy nevelődnek a gyerekek, ez magától kialakul? Van, amikor kimondjuk. Tehát volt már rá példa, különösen akkor, amikor azt éreztem, hogy egy külső támadásra nem tudunk egymásnak hátat fordítva kifelé egy egységet képezni, vagy főleg a gyerekek. Tehát amikor egy iskolába járnak, és az iskolában nem tudnak együtt egy egységként megjelenni, akkor azért ezt el szoktam mondani, hogy azért figyeljetek nektek, együtt kell mozognotok, tehát ti testvérek vagytok, tehát ti itt össze kell szépen egymásnak vetni a hátatokat, és kifele így kell megnyilvánulni. Összefognak-e a szülőkkel szemben, ha valamit nagyon akarnak? Jó esetben igen. Akkor lehet, hogy nálunk rossz eset van, de nem tapasztalom. Tehát igazság szerint nincs ilyen, hát természetesen, ha mindegyiknek az érdeke úgy kívánja, akkor természetesen együtt fognak felszólalni, megmondani. Én úgy gondolom, hogy egy teljesen egészséges párbeszéd van köztünk, hogy ha ők valamit kérnek, valamit szeretnének, azt megbeszéljük, lehet, hogy többször kell nekifutniuk, mint ahogy éppen ma kaptam egy e-mailt a harmadszülött gyermekemtől, amiben szépen leírja, hogy a szobáját hogyan szeretné átalakítani, szépen leírja, hogy hány négyzetméter festékre van szükség, és hogy mit hova szeretne tenni, és egyebek. Mert ez többször már, tehát ez már egy fokozat. Mert elindult azzal, hogy ő csak így át akarja alakítani, mondtam, hogy az nem úgy megy, akkor most már szépen nő föl a feladathoz, úgyhogy lassan úgy tűnik, hogy kénytelen leszek beadni a derekamat, és neki állni átalakítani a szobáját. Azért tudok gratulálni ehhez, mert pont annyi a szabadsága a gyereknek, amennyi a felelőssége. Tehát, hogyha ez szépen szinkronban fejlődik, akkor a gyerek nem lesz túlterhelve, viszont élni fog tudni azokkal a szabadságjogokkal, amik őt megilletik, vagy amit ő meg tud teremteni. És ha ehhez a felelősség is az övé tud lenni, ergo ki kell számolni, ki kell találni, meg kell tervezni, akkor részese lesz az életének, és nem sodródni fog. Szóval nagy gratulációm. Hát ezt azt hiszem az élet is hozta magával. Tehát azáltal, hogy a 6 gyerekre nem tudunk ugyanannyi időt fordítani, mint hogyha egy gyerek lenne, tehát mert a nap csak 24 órából áll. Ebből következik, hogy egy csomó olyan dolog, amit ők meg tudnak csinálni, azt meg kell, hogy csinálják. Más felnőtt lesz az a felnőtt, aki nagy családból érkezik? Biztosan, 1000%-ig biztos vagyok benne, hiszen megtanulja az összetartozást, és az összetartozás élményéből részesül napi szinten. És hát feltételezem csak, de megkérdezem, hogy a feleséged dolgozik, vagy ő főállású édesanyja? Hát főállású édesanyja volt nagyon sokáig, 15-16 évig volt otthon, de ő hitoktató egyébként, és így ő most
pár éve elkezdett már hitoktatni. Ugye az egy kicsit kötetlenebb, mint amikor napi 8 órába kell valahova eljárni, és ott a helyi iskolában, illetve a környékben hitoktat. Tehát akkor ő tudta fogadni a gyerekeket, elereszteni, étellel várni, és azért az egy fantasztikus dolog szerintem, de ebbe biztos ti is egyetértetek velem, hogy mész haza, ott van a kis testvér, a nagyobb bacska, a még nagyobb, anyuka vár a meleg kuckóval, az otthon védelmével, az anyai ölelés melegségével, tehát az a biztonság, amit egy ilyen légkör tud adni, hogy ott vannak a testvéreim, az anyukám hazavár, akár meleg étellel, jó illatokkal, ugye az otthon illatával, tehát azért ez egy fantasztikus dolog, és hát sajnos nem sokunknak adatik ez meg, vagy nem sokan tudtuk akár anyukaként sem ezt megtenni, de hogy szerintem azért ez nagyon ideális, és nagyon klassz, és nagyon szép. És hogyha a felnőttekre is gondolunk, azért arra is kell gondolni, hogy egy vezérigazgató a nagy vállalat gondjaival érkezik haza, 6 gyerekhez. És azért, hogyha ott mondjuk béke van, csend van, azért sokkal könnyebb kipihenni a napot, gondolom én. Csend van egyébként? Hát talán az nem jellemző, bár ténylegesen a mobiltelefonok világába azt be kell vallanom, hogy ez nagyon negatívan élem meg, de tényszerű, és valahol együtt kell élni azzal, hogy ugye nagyon sokat használják ezeket az eszközöket. Ez csöndet jelent viszont, mert amikor ezeket az eszközöket használják, és nem éppen mindenki a saját szobájából különböző zenét üvöltet, akkor azt mondom, hogy ténylegesen csend van. De én azért igyekszem ezt valahol ketté választani, tehát hogy biztos, hogy valamilyen szinten a gondok bennem vannak, de otthon én nem nagyon szoktam céges dolgokról beszélni, tehát nem nagyon szoktam ilyen szinten hazavinni, hanem muszáj. Rágódni sem? Fejben? Hát biztos, hogy valamilyen szinten bennem van a dolog, és valamilyen szinten mozgat meg. Ugye hát azért az én munkaidőm az nem ér véget adott esetben 4 órakor, már csak azért, mert ugye télen fűteni 24 órában kell, de nyáron meg a melegvizet is szolgáltatni 24 órában kell, tehát ilyen szempontból tehát nem is tudnám nagyon meghatározni a munkaidőmet, de azért igyekszem nem feltétlenül összekeverni a kettőt, amennyire lehet. És mi jelent neked feltöltődés? Tehát amikor mondjuk abba hagyod a munkát valamikor egyszer véget ér, hazaérkezel, vagy akár egy hétvégén, mi az, ami töltődést jelent, vagy egy nyugvó pont, vagy megnyugvást ad mindemellett, mert ugye felelősségteljes pozíció, nagy család, sok gyerek, tehát ott is ott a felelősség, mint családfőnek, hogy mi az, amiben te töltődni tudsz, vagy bele tudsz folyni egy kicsit? Én nem olyan régen, pár évvel ezelőtt elkezdtem futni. Igazándiból előtt én örök életemben utáltam futni, tehát mindig olyan sportot választottam, ahol lehetőleg nem kellett, és a gyerekeim rángattak bele, hogy kezdjek el futni. Aztán ők már részben abba hagyták, én tovább futottam, és ez biztos, hogy egyfajta kihívás is, mert mindig próbálom egy kicsit azért a határaimat feszegetni. Másrészt biztos, hogy fizikailag is kikapcsol. Jó agykiszellőztető, agyürítő, amikor az ember csak úgy fut, úgyhogy én nem is feltétlen társasággal szoktam futni, hanem inkább egyedül. De az is biztos, hogy megnyugvás, amikor tudom, hogy és érzem azt, hogy rend van körülöttem. Tehát most nem fizikai értelemben gondolom, hanem úgy, hogy rendezettek a dolgok, tehát mindenkinek megvan a saját pályája, mindenki a saját pályáján megy. És hát az biztos, hogy önmagában az, hogy van egy családi légkörünk, az mindenképpen sokat jelent, tehát az, hogy van egy otthonunk, ami tényleg otthonként funkcionál, abban az otthon van egy menetrendünk, a gyerekeket a kezdetétől fogva egy adott menetrendhez szoktattuk, ami egy életritmust is jelent, és igazán én akkor vagyok talán egy kicsit bizonytalanabb, amikor ebből a rendből kiesek, tehát valamiért ez a ciklus az nem úgy működik, ahogy egyébként szokott. Tehát a rendszer, a rendezettség fontos, persze, ez érthető, igen. Amit nem említettünk, hithű katolikus családban nőttél fel, ilyen neveltetést kaptál, és ezt a neveltetést vitted tovább a saját családodban. Hol jelenik meg ez nálatok? Ugye én az anyatejjel szívtam magamba a vallásosságot, tehát nekem a szüleim már eleve így neveltek, és már 20 évig minisztráltam, de ugye ez önmagában nem lett volna elég, nekem nagyon komoly dolog volt az, hogy amikor a gyermeki hitből át tudtam lépni a felnőtti hitbe, tehát most már nem azért hiszek, mert a szüleim azt mondták, hanem azért hiszek, mert bennem van ez a hit, és egy stabil alapokon, legalábbis úgy gondolom, hogy stabil alapokon áll. És ezt próbáltuk a gyerekeknél is továbbvinni. Ugye a feleségem is, mi egy közösségbe is járunk, ami egy nagyon nagy előny, ráadásul egy olyan közösségbe, ahol a család az egy teljesen természetes dolog. Tehát ott nem feltétlenül ritka az, hogy sok gyerekes családok vannak együtt.
és ott a gyerekek is teljesen részei a közösségnek. És ezt ezért mi ezt az otthonunkban is próbáltuk tovább élni. Tehát az, hogy nekünk a reggel az imával kezdődik, közös imával a gyerekekkel, az este közös imával zárul, és úgy fejezzük be a napot, az, hogy együtt megyünk misére, hogyha vannak olyan feladatok, szolgálatok, amiben részt tudunk venni közösen, akkor azt közösen csináljuk. Tehát próbáljuk a gyerekeket bevonni ebbe, majd ők ezt át fogják értékelni, majd ők meg fogják a saját útjukat találni, de úgy gondolom, hogy ez egy alapot ad ahhoz, hogy az ő a saját útját megtalálja majd egyszer. Mi kell ahhoz, hogy egy kamasz gyerek ne érezze azt nyűgnek, hogy imával kelünk, imával fekszünk? Magától értetődő dolog. Nem érzi nyűgnek, mint ahogy a fogmosást se fogja nyűgnek érezni. Tehát, hogyha az a keretrendszernek úgy szerves része, hogy azt éljük, és a mindennapokban az automatizmusainkhoz hozzá fog tartozni, akkor ez nem fog neki gondot okozni, sőt, ez lesz a megtartó ereje. Tehát az egy óriási dolog, ugye a kamaszkorig én azt gondolom, hogy vallást tudunk mutatni a gyerekeknek, hitet nekik kell találni, ahogy ezt mondtad is nagyon szépen, hogy a hit az egy belső dolog, az belülről van. Kívülről lehet kereteket adni, kívülről lehet utat mutatni, kívülről lehet megtölteni olyan tartalmakkal, amitől ezt aztán, ha interiorizálja, akkor az övé lesz, és akkor ez egy belső igénye lesz neki. Az, hogy imával kezdjük a napot, és imával fejezzük be a napot, én azt gondolom, hogy ez egy olyan keretet fog adni egy életre egy ilyen embernek, aki mindig fogja tudni azt, hogy ő honnan, hova tart, és mit miért csinál. Mert hogy pont abban az imában van arra idő, hogy végig gondoljuk, hogy mire is készülünk ma, és hogy is zárjuk ezt a napot. És hálát adva annak, akinek hálát akarunk adni, hogy megélhettük mindazt, és megtehettük mindazt, és hogy volt hozzá erőnk, és volt hozzá tudásunk, és kitartásunk, és volt rá lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy a kamasz gyereknek van a leginkább szüksége arra, hogy rend legyen kívül, belül, úgyis akkor a káosz. Egy kicsit úgy néz ki a mai műsor, hogy a Sauter családot elemeztük, ezért elnézést kérek. Most jól megtudtunk mindent, hogy milyen egy 8 fős családban együtt élni. De folytatni fogjuk a beszélgetést. Sauter Ákos a műsor következő részében és egy hét múlva is velünk lesz, amikor folytatjuk már azokat a részeket, amiket elkezdtünk, a család különböző helyzeteinek felidézését. Nyilván kérdésünk itt is lesz, de amit nagyon szépen köszönök, hogyha itt leszel és válaszolsz nekünk, és segítesz eligazodni ebben a helyzetben. Egy-egy mondatot még a hölgyektől hagy kérjek, mert ha már így kibeszéltük Ákos családját, én úgy látom, hogy ideálisnak látjátok ezt a helyzetet. Hát mindenféleképpen. Nagy ne tisztelet, és azt gondolom példaértékű. Nem biztos, hogy minden családba 6 gyereket kell vállalni mindenkinek. Én ismerek olyan 10 gyerekes családot, ahonnan a leghangosabb zaj a gyerekek nevetése volt, ami az udvarról kihallatszott. De hogy egy kicsit visszautaljak az előzőre, ha mi ott valamelyikünk rászólt valamelyik gyerekre, akár csak azért, hogy vigyázz, ne üsd be magad, azonnal a másik 6 odasereg lett, vagy 8, vagy akármennyi, hogy rászóltak a testvérünkre. Tehát, hogy igen, van egy védésdac szövetségük. Azok a gyerekek, akik egy ilyen lehetőségből jönnek az életre, olyan munícióval érkeznek, ami aztán nagyon-nagyon sok ember relációjában viszont hiányként ott van. Röviden fogok válaszolni, tehát a közös rituálék, amit mondtál is, a közös imák reggel és este, a kohézió és a megtartó erő, amit te is itt most elmondtál, és olyan kapaszkodó, és ezek olyan erőforrások az élet minden időszakára és minden területére, amihez tényleg csak gratulálni tudok én is szakemberként. Nagyon szépen köszönöm mindhármatoknak, hogy itt voltatok, Fekete Cseri Zsuzsanának, Pap Csillának és Sauter Ákosnak, és természetesen köszönöm a helyszínnek, a Fekvő Katona Söröző és Kávézónak, és leginkább a nézőknek, hogy velünk voltak ezzel a műsorral. Egy hét múlva ismét jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk!